Videóüzenetben részben magyarul köszöntötte a magyarokat Károly herceg, brit trónörökös az Egyesült Királyság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulója alkalmából. Jó napot kívánok! Második Erzsébet királynő fia jó kívánságait fejezte ki Áder János államfőnek és a magyar népnek az évforduló alkalmából. Károly Herceg emlékeztetett arra, hogy a Kárpát-medencén kívül az Egyesült Királyságban él a legnagyobb létszámú Magyarországon született magyar közösség. A trónörökös azt is felidézte, hogy Budapest egyik szimbólumát, a Lánchidat egy angol mérnök tervezte, építését pedig egy skót szakember felügyelte. Üzenete végét magyar szavakkal zárta. Kossenam Ziwech Fiielel Muket, ech mien Jot Kiwanok am Madggia Nefnek.